Sziasztok! Én Kevin vagyok, és ebben a videóban ismételten kibontok pár cuccot, köztük ezeket is, amelyeket ezúttal Banggood oldalától kaptunk. Köszönjük nekik szépen, úgyhogy kezdjünk is bele! Bontsuk ki elsőre ezt a jó nagy zacsit, ami nem más, mint egy dinnye párna, és meg is van. Igazából erről nem nagyon kell mit mondani, ez egy frankon kinéző, élethű dinnye alakú párna, nyugodtan ki tudod támasztani a fejedet, kényelmesen tudsz rajta aludni, és akkor dinnyékről álmodsz, stb. Szerintem nagyon menő. Már régóta szerettem volna egy ehhez hasonló ilyen párnát, úgyhogy tök király, nekem tetszik. Egyébként van egy farünk alakú párnám is, még korábbról, szóval szeretem az ilyen egyedi dizájnú párnákat. A következő cuccos az ilyen fehér zacsiba van. Ez is egy párna lesz, ez pedig nem más, mint egy gerenda. Legalábbis úgy néz ki, mintha egy ilyen gerenda lenne. Nagyon élethűen néz ki, tehát nekem ez kifejezetten tetszik emiatt is, és ezért választottam a Banggood oldaláról. Szerintem ezt fel lehet használni akár prankekhez is, hogy úgy csinálsz, mintha igazi lenne és fejbe válnál valakit. Ugorjunk a következő termékre, addig ide helyezzük a dinnyét, valamint a deszkát. A harmadik cucc, amit kibontunk, az nem más, mint egy töltény alakú termosz. Wow! Nagyon menő szerintem. Tök jól néz ki, bár nem tudom miért van rajta ez az űrhajó. Ez olyan kicsit érthetetlen a számomra, hogy jön egy töltényhez egy űrhajó. Na de mindegy, egyébként, hogyha így nézzük, szerintem tiszta életű, tehát ott tényleg olyan, mint egy pisztolytöltény. Nagyon király, le lehet csavarni igen a kupakot, és akkor ugye itt van a termosz része, amit le lehet zárni, kinyitni, és akkor tudsz magadnak önteni, illetve ezt le tudjuk csavarni a tetejéről. Van benne valami kis kínai kis cucli-mucli, reméljük, hogy nem kábítószer, reméljük nem. A lényeg, hogy amit láthatjátok, ez egy termosz, tök menő szerintem. Beletöltöd a kakaót, a forró kakaót, vagy a forró tejet, de vigyázzatok neki, 8%-osat, és akkor már ihatod is a cuccot, vagy kávét, vagy amit szeretsz igazából, vagy meleg teát. És ezt így reklámoznám. Nem látok semmit. Neki meg mi baja? Ja, csak vaktöltény. Érkezett még pár dolog a Banggoodtól, nézzük meg ezeket is. Az egyik nem más, mint ez a szemüveg. Ezt direkt azért kértem tőlük, mert jó lesz cav szerepekhez ilyen tudóst játszani, illetve ilyen öreg nagypapát, stb. Valamint lehet Steve-nek is, ez lesz a végleges szemüvege. Úgyhogy ez ilyen tudós professzor szemüveg. Nézzük még, mit küldött a Banggood. Szerintem ez a legjobb cucc, amit küldtek. Nagyon régóta vágytam már egy ilyenre. Ez nem más, mint egy felfújható szumó ruha. Igazából ezt azért választottam, mert van egy olyan rappünk, aminek az lesz a neve, hogy Kaja Rap, és hát szükségünk lesz benne egy testesebb dagi emberre, és hát ebbe a szumó ruhába olyan leszek, úgy fogok kinézni, úgyhogy ezt még tudja, hogy viszont fogjátok látni majd egy rap videóban. Illetve hát ebben a videóban is mindjárt felpróbálom, csak kibontom. Elsőre bontsuk ki. Tehát van benne elsőre egy ilyen kínai sityak. Itt van maga a jelmez, a ruha. Cipzáros verzió, itt van a hátulján egy cipzár. Szemből így néz ki. Ez egyébként eléggé átlátszó, szóval azért nem esztelenül vegyétek fel. Itt van a ventilátor, ami felfújja a ruhát, amikor rajtad van, és itt van hozzá gyakorlatilag az aksi, amiben 4 darab ceruza elemet kell rakni. Ugye ezt kötjük rá a ventilátorra, rakunk be elemet, rádugjuk, felfújjuk a ruhát, és ha minden jól megy, akkor utána szumóként éljük az életünket. Felvettem a szumó ruhát, most még nincs benne levegő, most bekapcsoltam a ventilátort, már megy. És dagulok. Csak nehogy kidurranjak. Hát ez marha jó, hallott. Üdvözletem. Én vagyok Mr. Sumo. Kell az edzés. We'll be right back.
Már is sokat fogytam. Srácok, legyetek ennyit, mint én. Ez lesz ott szerintem. Kívül kaptunk még egy ilyen stresszoldó labdát, ami hát ilyen tojás alakú. Mert úgy néz ki, mintha egy tojás fehérjében egy tojás sárgája úszkálna, és ezt így lehet nyomkodni. Tehát így néz ki, majd megmutatom közelebbről is. Ott van benne ilyen mosolygós kis tojássárgája, és akkor így nyomkodhatod, tök jó érzés, és egyébként tök jól néz ki. Aranyos a benne lubickoló kis figurácska. Na és akkor ezt, hogyha stresszes vagy, akkor így nyomkodod, és akkor lenyugszol tőle. Már is sokkal nyugodtabb vagyok. Amúgy kicsit undi, de tök jó pofa. Van még itt nekünk egy óriási kenyérpárna. Régen egyik cafrész végén az volt kiírva, hogy ugye gyorsan felvillanó szövegként, hogy kenyeren alszom párna helyett. Nos, hát ez most így megvalósul, ugyanis egy kenyeren fogok aludni ezentúl. Mondjuk egyben ez párna is, tehát kenyérpárna tök királyul néz ki. Így körbe mutatom, nagyon menő. Ide berakjuk magunk mellé, ott jó helye lesz a kenyérnek. Ezen kívül van még egy másik párnánk is, ami egy sűrcsumpli párna, ráadásul KFC is, úgyhogy csak így mutathatom be, hogy ne legyen ingyen reklám nekik. Na jó, nem, tök királyul néz ki szerintem, ez a rész, ez nagyon tetszik. Úgyhogy most már sült krumplin is tudok majd aludni, nagyon jó. És még van még egy párnánk a párna készletbe, nem más, mint ez a funk párna. Így néz ki. Nagyon jó pufa. Igazából nagyon rég szerettem volna egy ilyen fánkpárnát venni magamnak, úgyhogy ennek kifejezetten örülök. Ugyanis ezen tényleg lehet ülni is, kényelmes ez. A széken magad alá rakod, és akkor nem nyomja szét a hátsódat a szék. Sokkal kényelmesebb ezen ülni. Valamint, hogyha ezen alszol, akkor nyilván fánkokról fogsz álmodni, és éhesen kelsz fel, de aki szereti a fánkot, annak kell egy ilyen, az biztos. Aztán ezen kívül van még egy objektív bögrénk, ugye egyik oldaltól már kaptunk ilyet, de ez másabb fajta, máshogy néz ki. És ez elvileg persejként is üzemel, tehát nem tudom, hogy miben fog különbözni, mint az előző. Aha, ennek más a kupakja. Bontsuk ki. Szóval itt van maga a bögre, ami így elsőre feltűnik, hogy a belsejében nincsen ilyen termosz, alumínium rész, mint a másikban. És hát a kupakja az tök más. Gyakorlatilag ez ilyen böszmébb. Na így néz ki egyben, összeszerelve maga az objektív. Annyi, hogy ebben szerintem meleget nem nagyon lehet inni, tehát forró teát például nem lehet inni, hanem inkább ilyen kólát, stb. Tehát hidegen érdemes inni benne innivalókat, hogy ne olvadjon szét. Dizájnra ez is tök jól néz ki, és ez egyébként Bobé lesz, neki adom, úgyhogy ebből majd ő élvezheti a tejivást. Nos, ennyi lett volna ez a videó, ha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot. Ezen kívül a leírásban található linkeken megtaláljátok ezeket a termékeket, és hogyha valamelyik tetszik, akkor tudtok magatoknak rendelni. Kommentben írjátok meg, hogy nektek melyik cuccok tetszettek a legjobban. Nekem a sumó ruha az, ami az első helyen áll, második helyezett a funk párna, harmadik helyezett pedig ez a kenyér párna. Egyébként nagyon vicces ez a párna kollekció itt mögöttem, mert ugye mindegyik valamilyen étel, úgyhogy rájuk nézek, meg is éhezek. Lehet, hogy ezentúl mindig éhes leszek, hogyha meglátom ezeket a párnákat. Megyek is, eszek, köszönöm a figyelmet még egyszer, sziasztok!